Dr. Hajdú Lajosért imát mondott, nagy tiszteletű Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos. Kocsis Csaba íróköltő, a Körmendi Lajos írótábor vezetője néhány megzenésített költeménnyel tisztelgett a köztiszteletben álló orvos előtt, akinek életét, személyes találkozásukat Csikos Sándor Kossuth Díjas színész idézte fel. Hajdú Lajos Debrecenben született. Minden iskoláját, az orvosi egyetemet is ebben a városban végezte. 1968-ban kapott diplomát, és Beregfürdőn kapott körzeti orvosi állást. Beregfürdő akkoriban egy jelentéktelen kis üdülőfalu volt, Karcakhoz tartozott, mégis itt találtak otthonra a feleségével, Gabikával. Amikor beszélgettünk, meglepett engem, hogy milyen gyorsan elfogadtatta magát, és magáévá tette ezt a területet, ezt a falut. Itt jegyzem meg, hogy milyen kitűnő diagnosza volt. Betegeit, ha Karcagra vagy debreceni klinikára küldte, az ott megállapított diagnózis mindig igazolta az övét. Orvosként vallotta, medicus curál, natura sanat. Sokszor idézett latin mondásokat, és emlékszem, hogy ő a Fazekas Gimnázium humán tagozatára járt, és 1960-as években még ott tanítottak latin nyelvet. A természet gyógyító ereje az ő szemléletében a gyógyvíz volt. A nagy kunstság aranya, ahogy Móricz Zsigmond mondta. Nagy híre volt a gyógyhatásnak, és Hajdú Lajos ezt hivatalossá akarta tenni. 1974-ben gyógyvízé nyilvánították a bereki forrásvizét. Ezt megalapozandó dolgozatát a Karcagi Kórház belgyógyászati osztályával együtt dolgozták ki. Szakmai részét. Ez a tény is mutatja, hogy ő nem csak orvos, hanem a közéletben is tevékenyen részt vett. Előkészítette az 1991-ben megtartott népszavazást, és ennek eredménye lett, hogy Beregfürdő 1992. július 1-től önálló település lett, elvált Karcagtól. Tudta azt, hogy az egyes fejlesztésekért nem kell körülő utakat tenni, ajtókon kopogtatni, ha a falu érdeke úgy kívánja, hogy valami fejlődést, és arra persze pénzt adjanak. Kedves Lajos, most hadd térjek ki személyes kapcsolatukra. Egyszer hazafelé menet, a fürdőből megállított, és azt kérdezte, ugye a Fazekas Gimnáziumba jártál? Igen, én is, mondta ő, és elkezdtünk beszélgetni. Ezt a beszélgetést is latin mondattal kezdte, Ars longa, vita brevis. Az élet rövid, a művészet örök. Hitte, hogy a művészek, akiket ide csábít, hogy a művészet, a műalkotások jó hírt és erőt, erkölcsi tartást adnak az itt települőknek, és azoknak is, akik ezt élvezik és látogatják. Közéleti és baráti és egyéb kapcsolatait igyekezett kiterjeszteni a művészet szinte minden területére. Ebben nagy segítségére volt Körmendi Lajos karcagi íróbarátunk és Györfi Lajos szobrászbarátunk. Nevéhez kötődik az önállósági kezdeményezés. Idén 30 éve annak, hogy Beregfürdő Karcagtól leválva önálló településként működik. Sokat tett a bereki gyógyvíz megismertetéséért. Hajdú Lajos nem csak polgármestere volt több alkalommal Beregfürdőnek, hanem nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül házi orvosa, akit mindenki nagyon szeretett, tisztelt. Mint háziorvost is, és ez a táblás is jobban erre utal, az orvosi rendelőfalán, és mint polgármester is nagyon sokat tett, hiszen 30 évvel ezelőtt az önállóságot ő kezdeményezte. Az, hogy ez az emléktábla most itt van, ezt helyi lakosok kezdeményezték, név szerint Sinka István és felesége nevéhez fűződik, és mindenki rögtön egyetértett ezzel, hogy ez készüljön el. És az is egyetértettünk, csak kérdés, hogy elvállalja, de hál' Istennek elvállalta Györfi Lajos szobrászművész ennek az elkészítését. Ezek mind nagyon fontosak, tehát minden név, az, hogy a település ilyen egyetértésben van ebben, ezek mind nagyon fontosak, és az én emberekre feltétlenül emlékeznünk kell, hiszen az utókor
ha nem hálás, akkor baj van. Utókonak pedig hálásnak kell lenni, és nagyon örülök, hogy a berekiek hálásak ezért. 1992. július 1-től ő lett a község első számú vezetője 2 évig, aztán még több alkalommal lett a falu első embere, majd csak az orvosi hivatásának élt, és 2014-től visszavonult. Nagyon fontos volt az is, hogy Csíkos Sándor mondja el ezeket a gondolatait, és emlékezzen vissza, hiszen ők nagyon régóta ismerték egymást. És sokszor mondják, hogy miért nem a polgármester. Én úgy gondolom, a polgármesternek nem az az elsődleges dolga, hogy mindenhol és mindenhol megnyilatkozni, és mindent mindenkinek jobban tudjon, hanem ha van olyan, akinek át lehet adni, akkor mindenki jobban jár, hát adja. Ez erre az esetre különösen érvényes, hiszen Csíkos Sándor nem csak a gondolatai nagyon jók, amiket elmondott, hanem ahogy elmondja, utolérhetetlen színész. Neki is komoly kötődése van Berekfürdőhöz. Amikor meghallom doktor úr nevét, akkor nekem 2 dolog jut eszembe, mind a kettőt említette Csíkos Sándor is. Az egyik, hogy mint orvos kiváló diagnoszta volt, ezt én is tapasztaltam, akár magammal kapcsolatosan, vagy a gyermekeimmel kapcsolatosan. A másik pedig az, hogy mint helyi, akár helyi lakos, akár polgármester, mikor mit tudott megtenni, a művészetek, a kultúra az nagyon fontos volt a számára, és ez megint egy olyan dolog, amit feltétlenül tovább kell vinni, hiszen le lehet élni egy életet ezek nélkül is, csak nem érdemes. Csíkos Sándor dr. Hajdú Lajossal való találkozásairól is részletesen szólt a jelenlévőknek, majd Molnár János polgármester és dr. Hajdú András, a doktor úr fia együtt leplezték le Györffy Lajos alkotását, amelyet megkoszorúztak Berekfürdő testvértelepüléseinek képviselői, a falu lakosai pedig egy-egy szál virággal tisztelegtek orvosuk emléke előtt.